Sziasztok! Engedjétek meg, kérlek, hogy beszámoljak nektek a saját tapasztalataimról az anamé csakravízzel kapcsolatosan, azaz a karmikus tisztítóvízünkkel kapcsolatosan, amelyet itt az iskolánkban tudtok kipróbálni, megvásárolni. Az új fél év hozta, azaz a Karma Killer fél év hozta ezt a lehetőséget, hogy még erősebben tudjuk tisztítani azokat a nehézségeket, amelyek tulajdonképpen az emberi léttel járnak. Lelki szinten is, és szellemi szinten is, és testi szinten is. A víz, a karmikus tisztító víz tulajdonképpen egy kúra, egy nagyon erős és intenzív kúra, ezt a saját bőrömön tapasztaltam meg. És 21 napon keresztül fogyasztottam ezt a vizet, ennek ez is a javallott mennyisége. Minden nap ittam egy litert ebből a vízből, és különböző tradíciók vizeit is ittam, naponta mindig mást, vagy a csakra vizekből is ittam kiegészítésképpen. Összességében az első két hét volt számomra a legnehezebb időszak, és mindemellett pedig még a testi és a lelki folyamatok, amiket elindított, én úgy érzem, hogy nagyon mélyre nyúlt le. Mégpedig a félelmeim irányába, amelyek tulajdonképpen a saját testi épségemről, vagy a kiszolgáltatottságról szólnak. És ennek konkrét esete is volt, mert egy kisebb balesetért, amire történt ez a reakcióm, amikről beszéltem az előbb. Itt a szívcsakra területénél méghozzá a tüdőről szólt. Nagyon erős volt az az időszak, nagyon erős szorítás is volt, folyamatosan búgygott, ömlött ki a félelem, és a testérzetek is intenzívek voltak itt a mellkasomnál. Mégpedig annyira, hogy hőemelkedésem is volt, ez napokig tartott. A 37-37-5 között hullámzott, de volt olyan nap, amikor normál hőmérsékletre állt be, és utána indult el az őrület. Ez a folyamatos változás a testhőmérsékletemnek és a félelmek, és a folyamatos szúrások a testi mákasban, ez és ezek a nyomások két hétig nagyon intenzívek voltak. Viszont az utána következő 6 és 7 nap az már ilyen levezetőszerű, sokkal könnyebb időszak volt. Bennem ott megszületett egy elfogadás a kiszolgáltatottság felé, a kiszolgáltatottság irányába, ami a saját testi épségemmel kapcsolatos, hogy megtettek bármit is, még akkor is érett olyan baleset, amiknek csak az elfogadójává tudok válni. És mindemellett pedig én úgy érzem, hogy valamilyen formában nem tudom megmondani, nagyon nehéz róla beszélni, megváltozott a szívem. Leginkább olyan, mintha az alázat erősebb volna, az emberi kapcsolatok irányába lettem, úgy érzem, alázatosabb. És az olyan helyzetek iránt is, amelyekkel megint csak magatetetlenül érzem magamat. És hogy ez a kettő együtt nagyon erősen alakított át, így úgy érzem. És az utána következő időszak is megint csak nem hagyta, hogy megnyugodjak, vagy hogy megpihenjek, mert igaz, én akkor vizet nem ittam már, de én úgy érzem, hogy még utána is hatott ez a 21 nap alatt elintott folyamat. A harmadik szám, mégpedig a fogakhoz kapcsolódó
kisebb és nagyobb félelmek, sőt még konkrét vizsgálatra is el kellett mennem, mert olyan erős fájdalmak is kapcsolódtak ehhez, amikor igazából, mint hogy itt a mákos területénél, itt ezen a területen is kiderült, hogy nincsen semmi ok a fájdalomra, testileg nem látszik, de mégis, mint egy ilyen fantom fájdalom, láthatatlan formában járt, és jelen volt. Ez is nagyon sok félelmet hozott fel, számomra is meglepő módon, és úgy érzem, hogy itt megint olyan, mintha csak meg lehet volna kérdezni mindaz, ami az előző folyamatokban. Itt inkább egy szellemibb összpontosítás és összeszedettség volt jellemző, ami még számomra is meglepő volt, hogy mennyire összeszedett tudtam lenni ezekben az időszakokban, vagy ebben az időszakban, ami ezt tartott, míg az elején kevésbé, ott megint csak jobban kiszolgáltatottnak éreztem magam, és aztán kezdett el igazából megint csak megérni bennem a felismerés, hogy ez tulajdonképpen ugyanaz a helyzet. A vizet újra elkezdtem fogyasztani, és körülbelül most vagyok a negyedik, ötödik, hatodik nap, azt mondja, hogy igen, az ötödik napnál, aminek már érzem is a hatását, mégpedig itt a szakrális csakra területén, a férfiasság területén, a férfiasság szimbóluma területén nagyon-nagyon erős tisztulási tünetek, vagyis hogy folyamatok indultak el lelki szinten is, és testi szinten is, amik igazából nehezen behatárolhatóak, olyan, mint az egész területre hatnának. Mindenféleképpen érzem a férfiasságom megérintődését ebben a helyzetben, mert lelki szinten is nagyon erősen, nagyon erős folyamatok indultak el, sőt, még újabb félelmek jöttek fel ezzel kapcsolatosan is én bennem. Amit viszont már most érzek, az pedig az, hogy megfogalmazódott bennem a cserbenhagyás, és hogy mennyire fontos ez, hogy ezt ne tegyem meg a saját testemmel kapcsolatosan, a saját életemmel kapcsolatosan, vagy más emberek, vagy a közelben élő emberekkel. Hogy mennyire fontos az, hogy nem csak önmagamat ne hagyjam cserben, bármilyen vesztességen is érni a testemet, vagy sorszintjén, bármilyen olyan helyzet, vagy egy olyan nem kívánt helyzet történjen, amiért az ember mindent megtenne, hogy elkerülne. De ha mégis bekövetkezne, akkor is azt érzem, hogy sokkal nyugodtabb vagyok, mert mindezek a folyamatok már olyan, mintha tulajdonképpen egy sokkal inkább annak irányába terel. Hogy ne emberként gondolkodjak, vagy emberként lássam a saját félelmeimet, hanem azokat folyamatosan emeljem. Még akkor is, hogyha lehetetlennek tűnik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a félelmeink folyamatos emelése és azokon és az azoknak való átfényesítése létfontosságú szó szerint, és bátorságot is, nagyon sok bátorságot is ad, és bátorságot hoz elő az emberből, amire nagy szükség van mindannyiunknak, hogy ez bennünk, mindig velünk legyen.